a mai adásban bőven lesznek rejtélyek. Rejtés elhalványulásokról van szó, és nem tudjuk az okát. És nem, ha? nem bolygó, nem bolygók, nem bolygók, igen, ez volt egy felvetés, egy néhány hónapja felrobbant az internet, és mindenki arról beszélt, hogy a Kepler talált, megtalálta az idegeneket. A vendégünk Szabó Robert csillagász lesz, aki... Én egy olyan konzorciumban képvisel a Magyarországot, ami egy űrtárcsövet fog építeni, és remélhetőleg 8-10 év múlva ez az űrtárcső tényleg repülni fog. De kiderül az is, hogy... Hogy jönnek ide a fotel csillagászok, így is szokták őket nevezni, angolul Armchair Scientist. Emellett lesz még hírkvíz és egy könyvajánló is. Iratkozzatok fel, rögtön kezdünk. Sziasztok, én Hapci vagyok. Én pedig Robi Laci, és rögtön azzal kezdem, hogy én szeretek időnként a statisztikákban elmélyedni. Nem gyakran, de ránézek arra, hogy hogyan teljesítenek az egyes adások, és találtam egy kiugró adást. Igen, már úgy, úgy kiugró, hogy sokan hallgatták. Igen, a 30. adást valamiért egy picit többen hallgatták, és ez szerintem már statisztikailag is igazolható, mint a többi. Tök jó adásról van szó egyébként, tudod, De még meg volt az. Ez? Ez. ez a 30. adás volt, ahol fúziós erőművek lehetőségeiről Emlékszem, beszélgettünk. Igen. A az párzó, nyulak. Energia termelés, párzó, nyulak, párzó nyulak. Az energiatermelés szent grája volt a címe is tök érdekes a téma, mi nagyon-nagyon élveztük, -nagyon volt benne egy nagyon jó kvíz, amit hoztak a vendégeink, de nem értettem, hogy az azzal nagyjából egy időben megjelent fizikai vonatkozású adásainkhoz képest, miért teljesít ez ennyivel jobban. Úgyhogy megnéztem, hogy milyen kereső kifejezésekkel jutnak oda az emberek, és rájöttem, hogy itt megérte római számokkal dolgozni. Ja, mert hogy 3x a 30. Így van. Úgyhogy lebuktatok, kedves hallgatók, látjuk mi, hogy mire kerestek rá, és hogy juttok el a Szertár podcasthez. Úgyhogy több ilyen XXX találat eredmény után jött. Ugye római számokkal jelölöm a Soundcloudon az egyes adásokat, úgyhogy itt bejött. ez tök jó. Volt már volt értelme. Úgyhogy így. látjuk, látjuk, hogy honnan érkeztek. Most pedig ezután vágjunk bele az eheti fő témákba. rekordot döntöttünk, mert hogy a mostani vendégünket fűzzük legrégebb óta, hogy jöjjön el hozzánk. Igen, 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 igen. Legalább egy hónapja, ha nem több. Legalább egy hónapja. Egyszer szerencsétlenül rosszul időzítettünk, vagy egyeztettünk időpontot, úgyhogy elmaradt a felvétel. Viszont azért is érdekes, hogy ő jött el hozzánk, mert hogy most egy nagy nevetés volt itt a felvétel elindítása előtt, amikor mondtuk, hogy a csillagászat úgy látjuk, hogy jobban érdekli az embereket, a hallgatóinkat is, mint, mint bármi más. Bármi más, más. Jó, nem sokkal, de sokkal, de azért a felmérésből az derül ki, szignifikánsan hogy szignifikánsan érdekli. erre még mindig nem árulom el, a vendégünk felnevetett, és azt mondja, hogy igen, ezt mi is így tudjuk. <laughs> Szabó Róbert van itt velünk. Aki... Szia! Jó. Honnan jött? Szia! Sziasztok! Szabó Robert vagyok, az MTA csillagászat és földtudományi kutatóközpontjának a Csillagászati Intézetéből jöttem. Annak vagyok a tudományos igazgató helyettese. Meg jó, hogy nem jegyeztük meg. <laughs> Igen, mondhat, hogy inkább te fogod ezt felvázolni, mert elég bonyolult intézménynevekkel lehet időnként találkozni. Alapvetően csillagászként nevezzünk téged? Astrofizikusként? mi a jó megnevezés? Mi helyes titulus? Mind a kettő helyes igazából, ha jól emlékszem, a diplomámban csillagász vagy csillagász van beírva, emellett még matematika és fizika a tanárszakon is végeztem. Oh. Hát általában ez a kettő összefügg, vagy összefonódik valahogy a csillagászattal a fizika, meg a matek terület. Körülbelül egy éve talán beszélgettünk Hacszival azon, hogy volt Hacszinak egy Évfolyam társnője. társad volt, emese? Igen, tudsz egy i Szia, ha hallgatod már, és remélem, hogy hallgatod. Aki a szakdolgozatában azzal foglalkozott, hogy a különböző tudományterületek képviselői között hogyan oszlanak meg azok, akik ezt kommunikálják is a nagy közönség felé. Tehát blogot vezetnek ő elsősorban a blogokról szelt a főleg blogok. És uh, valami ilyesmi furcsa adat volt a dolgozatában, hogy lényegében ahány ember végez csillagászakon, vagy szakirányon, nem tudom mi a pontos megnevezés, annyi ember csinál is valamilyen közösségi aktivitás, blogot vezet, újságot ír, stb. stb. ezzel hol fertőznek meg titeket? Szerintem ez természetesen adódik. Hát nálam is ugye a tanárszak elvégzése az valahol azt feltételezi, hogy én ezt szerettem volna továbbadni ezt a tudást, és nem csak a tudós kollégáknak, akik a szaknyelvet értik, és a matematikai egyenletek levezetését, hanem azoknak is, akik esetleg éppen először találkoznak ezzel, vagy először néznek fel a csillagos égboltra, és csodálkoznak rá szépségére, vagy pedig gondolkodnak el az univerzum mélyebb kérdésein, hogy honnan ered, mi honnan jöttünk, és hová tartunk, és hasonló mély filozófiai kérdésekkel. Tehát azt gondolom, hogy ezt érezzük mindannyian, csillagászok, hogy van egy -e, ilyenfajta, fajta egyrészt belső késztetésünk, másrészt pedig egy valamennyire külső elvárás is, hogy ennek megfeleljünk, és kommunikáljuk az eredményeinket, és azt hiszem, hogy a csillagászok ilyen szempontból könnyű és jó helyzetben vannak, mert bár az igaz, hogy a napi munka mellett ez plusz feladatot vagy energiát, befektetést igényel, de ugyanakkor azt gondolom, hogy ez megtérül, és én is érzem azt, hogy nagyon sok pozitív visszajelzés van, és nagyon sok... Tehát úgyis éjszaka vagytok, fennnézitek az egyet van időt kiírni. Igen, igen, igen. Hát ez egy sztereotípia, azt kell, hogy mondjam, még azok is, akik a, a ténylegesen a, az éjszakai égból látható csillagokkal, tehát nem például a nappal foglalkoznak, azoknak a nagy része is valójában irodában és napi beosztásban a nappali munkavégzést végez, és én például űrtávcsőes adatokkal dolgozom, én megkapom és letöltöm ezeket az adatokat, amikor nekem, jónak, amikor nekem jó, és én jónak látom. Más valaki pedig, mondjuk, aki nagyföldi távcsőkkel dolgozik, az a jellemző, hogy ma már nem kell oda utazni ezekhez a nagy távcsövekhez, hanem elnyer valaki néhány óra megfigyelés időt, és akkor ezt akár távolról tudja kontrollálni a távcsöveket, teleszkópokat, vagy valaki elvégzi neki a megfigyelést, és megkapja az adatokat DVD vagy esetleg letölti az internetről, és akkor... Még van, aki itt tévédén küldözget adatot? Hát lehet, hogy ez már egy régebbi információ Postán volt. Postán Valószínűleg tényleg arról van szó, hogy most már az, inter az interneten le lehet tölteni az elkészült adatokat, ha nem is mindenkinek, de aki éppen azt a megfigyelést kapta és elvégezte. De az egy másik trend, és erről is beszélhetünk esetleg, hogy gyakorlatilag a legtöbb adat előbb-utóbb akár űradatokról, akár földi megfigyelésekről van szó, azok valamilyen archívumba kerülnek, amit publikusan elérhetők és mindenki számára kereshetők, feldolgozhatók. Csak kérdés, hogy ki keresi, ugye kinek van szüksége hétköznapi életre. Na, mondjuk a Kepler távcsőből nyert adatokra, Téltalán, ugye, a Kepler mert te, is, te tápcső, azt így, használod az egyik legalábbis a sok. Így közül. van, ez egyik fő kutatási területem, és pont ezzel kapcsolatban vannak érdekes, ugye úgynevezett citizen scientistek, tehát olyan amatőr tudósok, jó értelemben vett amatőr tudósok, akik nem rendelkeznek tudományos fokozattal, minősítéssel, de nagyon hasznosan hozzá tudnak járulni a tudomány előbreviteléhez, akár úgy, hogy a számítógépük CPU idejét használják fel, akár a szemüket, agyukat, és érdekes dolgokat vesznek észre olyan képeknek a millióin, amikre nincsen gyakorlatilag a profi csillagászoknak vagy ideje. más tudósoknak ideje átnézni és egyesével végigpörgetni őket. Mondjuk valamilyen szinten előnyben vagytok, mert ahogy elnézem a Aktivitásokat közösségi médiában, a csillagászat iránt érdeklődők azok. Úgy tűnik, mintha egy ilyen nagyon összetartó csapat lenne, nagyon lelkesek lennének. Hát elég arra gondolni, a magyar nyelvű csoport, a csillagászat kedvelők csoportja, az nagyon pörög. És emiatt nagyon pontosak is, mármint szakmailag. A... Igen, erre nagy hangsúlyt a helyezünk, helyezünk. A hírek.csillagászat.hu oldal. A, és annak a szerzőgárdái gárdája megpróbál minden elérhető, vagy legalábbis fontosabb csillagászati hírt napra készen, közérthető formában közzéteni, és ezt nagyon sok médiát is veszi igazából egy az egyben. Tehát ez egy hiteles forrás a, csillagászati híreknek, újdonságoknak például. Vida Krisztiánnal, amikor beszélgettünk nem régiben, aki ugye munkatársad, felhívott minket azok kedvéért, akik nem hallották esetleg azt az adást, felhívott minket, hogy pontosítson néhány korábban Elhangzott kvízünkkel kapcsolatos információt. Nagyon örültünk neki persze. És tőle a végén megkérdeztük azt, hogy mi volt az, ami arra sarkalta, hogy csillagász legyen, és mondott egy nagyon érdekes felvetést, hogy az ember vagy kukásautót akar vezetni, vagy mozdonyvezető akar lenni. Igen, neki, igen vagy a vidéken akar az venni. jellemző, hogy mozdonyvezető, a fővárosban az, hogy kukásautó, a másik a csillagász, vagy fizikus. Ezt nagyon nem szeretik, amikor ezt kérdezik a vendégtől, de nálad honnan jött ez az indítatás? Hát euh, én is azt mondhatom, hogy valahogy így kezdődött, hogy euh, kiskoromban én is vagy geológus, vagy csillagás szerettem volna lenni, ezt hozzá kell tenni, <gül> <Késföld>. <gül> hogy <gül> így van, hogy édesapám geológus, főmérnök volt, amíg nyugdíjas nem lett, és én így maradtam. Tehát én is azt mondom, hogy sokan szeretnék csillagász lenni. Én amatőr csillagász is voltam, tehát építettem kis távcsőt, amivel a családi házunk kertjéből nézegettem az égboltot. Már ott elkezdtem olyan csillagokkal foglalkozni, amikkel mai napig is foglalkozom. Igazából 15 a éves korodban történt? Nyugtasz hát körülbelül úgy, 14-15, igen. Ezt, ezt mondhatom. Igen, igen. És mindent elolvastam, minden elérhető könyvet, szakirodalmat, könyvtárba jártam, és, és a matek fizika az jól ment, hogy az előbb említettük, az, az, anélkül ez nem menne, tehát mindenképpen. Aki csillagász szeretne lenni, annak nem elég ez a, a csillagászat romantikáját euh, figyelembe venni, hanem bizony a fizika és a matematikai érettségére és feladatokra kell felkészülni, meg gondolkodásmódra, és emellett nem árt, hogyha a számítógéphez is ért az illető, egy kicsit programoz, legalább egy kicsit. Ez egyre fontosabb lesz egyébként, ahogy a csillagászok egyre nagyobb és nagyobb adatbázisokkal fognak foglalkozni. És hát emellett persze természetesen mondjuk az angol nyelv az, ami teljesen el elengedhetetlen és kezdett kezdetektől fogva nagyon szükséges a tanulmány. Építesz még távcsövet mostanság? Én nem. Viszont egy olyan konzorciumban... <laughs> Én egy olyan konzorciumban képvisel a Magyarországot, ami egy űrtávcsövet fog építeni, ez egy európai összefogás, és remélhetőleg 8-10 év múlva ez az űrtávcső tényleg repülni fog, és a Keplerhez hasonlóan annak utódjaként exobolyókat fog például keresni. Hű, hát. Beszéljünk szerintem erről az űrtávcsőről egy rövid szünet után. Az eheti ajánló egy újabb könyv lesz, csak most ezúttal Laci készült egy művel. Igen, Mi itt is, itt is van a kezemben, és képzeld el, Oh, uh, beszelfiztem, amikor uh, megkaptam ezt a könyvet. Igen, láttam a képet Instagramra. Felraktam Instagramra, és tudod, kik lájkolták? Like ki. A könyv két szerzője. Hoppá, hoppá. Miről <laughs> Ugyanis, van szó? Mitchell Moffitt és Greg Brown. Nem tudom, hogy így mond-e valamit ez a két név. Ha így nem is, az SAP Science-nek a két műsorvezetője, vagy alapítója. Gondolom nagyon sokan vannak közületek, akik követitek hozzánk hasonlóan az ő munkáikat, két amerikai srác, aki tényleg nagyon röviden tudományos érdekességeket dolgoz fel. Többnyire ezeket nagyon sokféle formában, rajzokkal többek között, de most kiderült, hogy nem ők rajzolják, oh. nem ők rajzolják az összes rajzot. De akinek megvan ez a stílus, az ugyanezt fogja kapni lényegében ebben a könyvben. Instant tudomány a magyar címe a könyvnek, ami szerintem tök jól visszaadja az ASAP Science-nek a lényegét. Az már alcím az az, hogy ö, gyakori kínzó kérdések, közismert mendemondák és különös jelenségek megfejtése. Az Európa Könyvkiadó adja ki egyébként, úgyhogy most már kapható a könyv. ez most jelent meg igazából. Ez, ez annyira friss, hogy az, még az egyik első példányát kaptam meg én, úgyhogy nagyon büszke voltam rá. Uh, és milyen? Baj nem tudom, si gondolom sikerült már belelapozgatni azóta, hogy, hogy megkaptad, vagy kezdettek. Hát amióta hát, megkaptam azóta, folyamatosan olvasom, buszon mindenütt, tehát most már egész jól haladok vele. Rengeteg kép van benne, ami ezért segíti a haladást. Uh... Igen, szép nagy látványos illusztrációk. Szép nagy látványos illusztrációk. Uh, úgy képzeljétek el, hogy... Ahhoz nagyon hasonló stílus, mint amit a videó csatornájukon láthattok, úgyhogy ez senkinek nem fog valószínűleg csalódást okozni. Nekem nagyon furcsa élményem volt, amikor olvastam, mert kicsit olyan érzés, mint amikor nyilván előttem van az a stílus, ahogy ők elmondják a dolgokat, ez Értelemszerűen magyar fordítás, és nekem egy kicsit olyan érzésem van, mintha őket hallanám gondolatban, de valami magyar szinkronnal. Úgyhogy Aha. ez nekem egy, egy elég fura érzés. És ez negatív-pozitív? Nem, sem ez, sem ez, legesleg ez, legesleg. Ez, ez egy furcsa, furcsa érzés. Tehát azoknak lesz szerintem igazán izgalmas a könyv, hogy ki lehet a célcsoportja. ugye Szerintem egyrészt azoknak mindenképpen izgalmas, akik szívesen követik a Két Sáznak a munkáját, és emiatt tök jó érzés a kezükben tartani ezt a könyvet. A másik pedig, hogyha nem is ismeritek esetleg ezt a csatornát, lehet, hogy a fiatalabb generációnak akár ajándékba ez tök jó lehet, azzal a figyelmeztetéssel, hogy azért szülői uh, gondoskodásra lehet, hogy szükség lesz, legalábbis olyan szülők ne adják a gyerekeknek ajándékba, akik félnek a szókimondó uh, szövegektől. szövegektől. Nem, nincsenek benne nagyon durva dolgok, de mondok azért néhány példát, például uh, ott van az, hogy a hangosabb fing uh, büdösebben, mint a <laughs> súnyi lapos, aminek szaga, ugye iszonyatos. Tudjuk, igen. Uh, igen. És, és ehhez, ehhez hasonló dolgokon mennek végig. Egy dolog, ami... Hát nem tudom, lehet, hogy van, aki negatívunkként értékelni, én ezt kifejezetten pozitívunként tettem. Mégpedig? Van, van, egy titkos fétisem, amiről most be fogok számolni. Oly, -oly. Ö, Nekem nagyon tetszik, ha egy könyvben van valami hiba. Igen. Nem nem elírásokra gondolok, hanem valamilyen technológiai hiba belecsúszik. Én ezt sokkal értékesebbnek tartom azt az egy példányt, de ez, ez komolyan így van. Tehát, hogyha van mondjuk valami, egy oldal hiányzik egy könyvemből, vagy valami, akkor arra valahol büszke vagyok, van, mert ettől különleges. Jaj. Semmi másnál nem szeretem. Tehát, ha ideadnának nekem egy hibás mobiltelefont, akkor nyilván fel lennék húzva. Persze. Remélem, csak az én példányom ilyen, de rosszul van fűzve. <laughs> Uh, erre úgy jöttem rá, hogy... Uh, Tipikus, nem is azt nézett, hogy mi a tartalom, hanem, hogy á, jó, ez a könyv csak a szarul lett össze. Nem, hát vagy. ez úgy. már a 63. oldalig eljutottam, a 64. <laughs> oldalig. Uh, ott van ugye az a kérdés, hogy a tyúk volt előbb, vagy a tojás, és azt úgy kezdtem el olvasni, hogy oké, ez egy tök régi téma, mindenki lerágta már ezerféleképpen ezt a csontot, és itt van, hogy milyen érvek szólnak emellett? Amellett lapozok egyet, és visszalépünk a 33. oldalra, hogy mi az a fájdalom. <gül> Tehát, <gül> úgyhogy ezt azóta se tudtam meg, nagyon-nagyon érdekel, de ad egy kis szex epilt ennek a könyvnek. Remélem ez csak az én példányom, úgyhogy nektek nem lesz ilyen problémátok. Ahogy elnéztem, a legtöbb igaz az angol nyelvű változatnak négy és öt pont között... Kapják a pontszámot az a különböző jó. értékelő fórumokon az ötből. Tehát azt hiszem a Google Books négyre értékelte, a Barnes and Nobles 4,8-ra, úgyhogy egész jó eredményekkel zár. Hát, a fordításról én meg vagyok elégedve összességében. Igen, azt szokott ilyenkor talán egy kicsit félremenni, de akkor, hogyha nem, akkor aztok jó. Úgyhogy megjelent a könyv, vegyétek meg, kíváncsiak vagyunk a ti véleményeitekre is. Nekem még egy kérdésem lenne, mert egy ajánlóban beszéltünk már a Mi lenne ha? című könyvről, amit én olvastam, tenek szerintem belenéztél, van valami hasonlóság a kettő között, vagy vagy nincsen? Mert így, ahogy így elmondod, így stílusra, meg hangulatra nagyjából hasonló lehet a kettő, az is ilyen tudományos kérdéseket feszeget, próbál rá valamilyen választ adni, itt is ez van, a stílus más, vagy... vagy... Hát, ö körülbelül annyi lehet a különbség, mint mondjuk ha a kettejük munkáját megnézett, tehát az XKCD az tök másképp viszonyul ezekhez a témákhoz, mint mondjuk az SF Science YouTube csatornája, ugyanezt tükröződik a könyvekben is. Szerintem ami közös bennük, hogy mind a kettő a saját rajongói táborukra Világos. íródott, úgyhogy akik esetleg magyarul szeretnék olvasni, de követik a késrász munkáját, szerintem élvezni fogják nagyon. Vegyétek, olvassátok! Szabó Róbert a vendégünk, akivel a csillagász pálya kezdetéről beszélgettünk, illetve arról, hogy a csillagászok hogy használják a közösségi médiát, illetve egyéb felületeket a világhálón. Illetve ezt meg egy kicsit kifejthetjük majd a Citizen Science-nek a különböző aspektusait, csak gondoltam majd egybe a kutatási témáidba. De most ott hagytuk abba, hogy távcsövet épített kiskorában, illetve hogy elkezd egy Keplerhez hasonló ö, üvtárcsőnek a nem tudom, megépítését, azt még nem, de a terveit legalábbis elkezdtétek szövögetni. Így van. Minden ilyen űrtávcső, vagy ilyen gondolat, ez, ez, nagyon hosszú időt vesz igénybe. Tehát az űr eszközök megépítése az általában hosszú, sok évtizedes folyamat. Tehát én sem a legelején csöppentem ebbe, de most már azt mondhatom, hogy több mint hat éve részt veszek a Plátó nevű űreszköznek a tervezésében, ami nem titkos ez? Lehet erről beszélni? Nem, ez nem titkos, ez erről S lehet beszélni. nagyon rajongsz érte, akkor ez egy plátói szerelem? <gül> 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 Igen, így is mondhatjuk. Túl sok részlet még valószínűleg nem jutott el a, az érdeklődőkhöz. Néha írtunk már róla a már említett hírek.csillagászat.hu portálon. Ennek egyrészt az az oka, vagy legfőképpen az az oka, hogy igazából még nem teljesen kiforult, hogy ez pontosan hogy fog kinézni. Pontosan ezen dolgozunk, hogy milyen legyen az a, az az eloszlás a sok-sok távcsőnek, mert hogy arról van szó, hogy nem egy nagy távcső lesz, mint például a Kepler, hanem 20-24 kisebb távcsőnek az együttese fogja vizsgálni az égbontnak egy adott területét, és ennek a pontos specifikáció az éppen most a napokban is zajlik, hogy pontosan hogy nézzen ki, és hogyan hányat tudunk megépíteni, és hányat szükséges megépíteni az, hogy elérjük a kitűzött tudományos célokat. És ezek hol fognak elhelyezkedni? Ezek egy platformon fognak elhelyezkedni, tehát egy egységet fog alkotni ez az űreszköz, és ezt ki fogják lőni természetesen az űrbe, és nem a Föld körül fog keringeni, mint ahogy a Kepler sem a, a Föld körül kering, hanem a Nap körül, még távolabb a Földtől, hogy még jobban izolálva legyen a Föld földi sugárzástól és mindenféle hatástól, amik zavarhatják a megfigyeléseket akkor most már beszéltünk arról, hogy ez a munkádnak az egyik területe, gondolom egy kis szelete, mi az még, amivel foglalkozol? Olvastam egy ilyet még a honlapodon, talán, hogy űrhangok? Vagy valami hasonló? Vagy az inkább hobbi? Ez a szenzáció megfogalmazása, és a gyakorlatban ez úgy hangzik, hogy... Hát, ha arra kellene válaszolni, hogy pontosan mivel foglalkozom, ez nagyon összetett dolog, nagyon sok mindennel. Részben az intézet, illetve az egész kutatóközpont vezetésébe is belefolytam, mint tudományos titkár, mint igazgatóhelyettes, de ugyanakkor a fő... Ezért hívtunk csopálás. egyébként, hogy mesélj egy kicsit a bürokráciáról a kutatói világban. Igen, gondolom, hogy ez mindenkit nagyon Hány érdekel. mit, hol, hol kell aláírni. Úgyhogy ezt most rövidre revid, is zárhatjuk. A nagy része a munkámnak az valóban űrtávcsős megfigyeléseknek a feldolgozása, analízise. Ez a Kepler űrtávcsős kapcsolódik, aminek most már egy megújult missziója folyik több mint két éve, ez a K2. Ugye egy szerencsétlen, vagy éppen szerencsés, ahogy, ahogy vesszük, hiba folytán a Kepler már nem tudta azt az eredeti megfigyelési stratégiát követni, amire kitalálták, és inkább egy, nem egy meghatározott célra, hanem nagyon sok asztrofizikai kérdésre, csillagászati problémára választ adó tulajdonképpen közösségi űrtávcső lett, amit, amiről szintén beszéltünk, és kifejthetjük, hogy milyen eredményei van ennek. Itt is vannak magyar eredmények, részben ezzel is foglalkozom. Mi igazából nem az exobolygó kereséssel, hanem a Ugyanezen megfigyelések alapján a csillagoknak a jobb megismerésével foglalkoztunk, ez a fő területem, és az utóbbi néhány évben a Kepler utód missziójában, amit K2-nek hívnak, ebben is nagyon aktívak voltunk, nem csak én, hanem a csoportom, illetve más csoportok is, magyar csillagászokról van szó, és a mi csoportunk egy harmadik kutatási területet fedezett fel, vagy vezetett be a Keplernek, ez pedig a naprendszerbeli objektumoknak a vizsgálata, és ez. Minden bört lehúztak róla. Büszkén mondhatom, igen, hogy ez egy hungarikum. Tehát igazából most már több mint hat szakcikkünk, öt vagy hat a hatodik most van megjelenés alatt szakcikünk jelent meg, és mind a hatot mi írtuk, a mi kutatócsoportunk, és gyakorlatilag mások nem rúgtak eb eddig ezen és a téren. Milyen a mondjuk nemzetközi szinten, mert könnyű úgy ugye, egyedüli csoportként írogatni, ha egyébként senkit nem érdekel. Hát, uh... A... kemény szava. Óvatosan. Igen, igen, egyébként ez, ez egy jó kérdés, mert minden egyes tudományos publikációnak vagy eredménynek igen igenis megvan a, a visszajelzése. A, ugye át kell mennie Szűrőkön. tehát ezek nem olyan eredmények, amiket mi felrakunk a honlapunkra, hanem olyan eredmények, amik végigmentek az úgynevezett peer review, tehát a csillagász kollégáink által referált és elbírált cikkeknek a, a szokásos útján, tehát beküldjük egy folyóirathoz, és ott egy szakértő, anonim ember megkapja, akit mi nem ismerünk, hogy kicsoda, és elküldi az észrevételeit. Nagy hiba ne legyen benne, ne, ne csináljunk benne hülyeséget ha valami hamis ha kiinduló állításból akarnánk levezetni valamit, nyilván akkor rá kell, hogy mutasson. Tehát ez minden olyan, ami átment ezen, és nem csak az újság fogadták el, és megjelent most már hat cikkünk, hanem a NASA is. is hivatkozások is vannak rá, így van, és bár ennek a, ugye olyan a természet, hogy több évet kell várni, amíg amíg valójában megtermel egy adott cikk megfelelő számú hivatkozást, hanem inkább arra hívnám fel a figyelmet, hogy a NASA maga büszke volt erre, ezekre az eredményekre, és például a NASA honlapján a címlapon voltunk az egyik eredményünkkel nem is olyan régen. De tök jó. Ó. Oh. Ez tök jó. Uh, és mi volt ez az, az eredmény? Mert most egy picit homályosan fogalmaztál, hogy... Uh, Csak felépítít a, azért, a Kettő is volt valójában. Az egyik az egy régebbi történet, és nem erre utaltam most, az 2010-ben volt egy csillagos eredményünk, ami, ami egy NASA press release sajtóközleményben jelent meg. A legutóbbi eredményünk az, az tavalyi, amikor is az egyik Neptunuson túli kisbolygóról megállapítottuk, hogy az jóval nagyobb, mint eddig gondoltuk, és gyakorlatilag ez lett a harmadik legnagyobb törpebolygó a naprendszerben, a Plutó és az Éris után, és az az érdekessége még ennek, hogy gyakorlatilag ennek még nincsen neve, úgy, mint a Plutónak. Pont, az ezt, érdeket, ezt érdeket érdeket érdeket. Érdeket. Az elnevezés, ez mindig nagyon izgalmas. Úgy hívják, úgy hívják hogy 2007 OR10, tehát egy ilyen fantáziátlan fantázia neve van, egy katalógus szám gyakorlatilag, de várható, hogy most például ennek az eredménynek, ami szintén egy ma magyar eredmény, ilyen a NASA Kepler adatait használtuk, ennek nyomán majd esetleg megélénkül az érdeklődés és nevet is adnak előbb-utóbb ennek az égitestnek. Igen, vicces volt, amikor még egy múlt adásunkban Bakos Gáspár mesélte azt, hogy hogy nevezik el az exo-bolygókat, hát az is ilyen Hasonlóan, Hasonlóan kreatív számot. folyamat. Igen, <laughs> igen, igen, igen. igen, ez érdekes. Minden minden csillagászati objektumot máshogy neveznek el igazából. hogy nevezik el az üstökösöket, máshogy a, a kisbolygókat, mindennek megvan a maga útja és módja. Beszéltél arról, hogy vannak izgalmas eredmények a közösségi kutatások terén, és ami a Keplert illeti. Így van. Ugye a Keplernek a fő kutatási területe az az volt, hogy naphoz hasonló csillagok körül keressen, földhöz hasonló bolygókat. Ugye lakható vagy élhető bolygókat, mert ez egy nagyon fontos kérdés. Ugye említettem az elején a filozófiai vonatkozásokat, hát abban a szerencsés helyzetben vagyunk most, csillagászok, hogy ezeket a filozófiai kérdéseket, mint hogy egyedül vagyunk-e az univerzumban, vagy létezhet-e máshol élet, az, vannak -e olyan helyek, van olyan bolygók, amiken előfordulhat élet, ezeket most már nem csak filozófiai vagy teológiai szemszögből tudjuk megvizsgálni, hanem konkrétan távcsövekkel, műszerekkel, tehát ez egy tudományos kérdés lett. Tehát ez egy nagyon fontos dolog szerintem, a, az emberiség több ezer év óta álmodozik arról, hogy ezekre a kérdésekre választ kapjon, és most ennek a kapujába vagyunk gyakorlatilag. Tehát a Kepler felfedezte, a naprendszereknek, vagy a bolygórendszereknek egy olyan fantasztikus változatosságát és olyan fantasztikus gyakoriságát, amit korábban el se tudtunk képzelni. Tehát a Kepler fellövése előtt, 2009 előtt azon gondolkodtunk, hogy vajon hány bolygót fog felfedezni a Kepler, és elég lesz -e ahhoz, hogy valami értelmeset tudjunk róluk mondani. És ehhez képest a Kepler minden várakozást megdöntött. Most körülbelül 3000 exobolygó, megerősített exobolygóról van tudomásunk, és ezeknek több mint a felét a Kepler szolgáltatta. Ez igen. Egy pici területet nézett az égen, 160 ezer csillagot, és több mint 5000 bolygót fedezett fel, 5000 bolygó jelöltet, amiknek a nagy része már bolygó lett, de még, még ez várhatóan folyamatban van. Tehát igazából ez egy statisztikai misszió volt, és azt mondhatjuk a Kepler és más kutatások eredménye alapján, Ha fölnézünk az égre, akkor gyakorlatilag minden csillagot, bármelyiket kiválasztjuk, majdnem biztos, hogy azok, közül van, azok körül kering bolygó vagy bolygórendszer. És ezt korábban nem tudtuk. És ezekben a kutatásokban, hogy jelent meg a közösségi vonal, vagy a Citizen Science. Igen. a Hosszú bevezető után akkor most rátérek erre is. Sehogy. De, de egyébként érdekes, hogy megjelent, mégpedig úgy, hogy e, még egy bevezető mondatot azért hozzá kell tennem, hogy megértsük, hogy ez hogy, hogy működött, tehát hogy milyen, milyen módszerrel kereste a Kepler a bolygókat, és hogy jönnek ide a, a a, fotel fotelcsillagászok, így is szokták őket nevezni, angolul armchair scientist, akik ugye a számítógépek segítségével, a saját számítógépük, vagy laptopjuk segítségével kereshettek bolygókat. Hát a Kepler úgy működött, hogy a csillagok fényességét mérte nagyon nagy pontossággal, folyamatosan megszakítás nélkül évekig, és ha olyan szerencsénk van, hogy egy bolygó éppen elhalad a csillag korongja előtt, akkor nem látjuk ezt a bolygót közvetlenül, de ezt a pici hatást, egy nagyon pici fényesség csökkenést, ezt tudunk, tudjuk észrevenni. A csillag továbbra is egy pontszerű forrás marad, tehát nem látjuk külön a bolygót, mert a csillagot, de ezt a pici fényesség csökkenés, ezt az elhalványodást, ezt a pici pislogást, ezt észre tudjuk venni, és ezt csinálta Kepler négy éven keresztül, és hogyha többször megismétlődik egy adott csillagnál egy adott mélységű fedés, vagy egy bolygó elhaladás, akkor következtethetünk arra, hogy a körül a bolygó kering. Na most a, Keplerhez tartozott egy számítógépes program, ami az összes adatot átvizsgálta és kidobta, hogy mik a, mik a bolygó jelöltek, és akkor ezeket vizsgálták tovább. És itt jön a képbe a, a citizen scientisteknek a hada, akik nem elégedtek meg ezzel a, a dologgal. Mert hogy ebbe az algoritmusba, a számítógépes programba is nyilván be voltak állítva olyan dolgok, hogyha valami nem egészen egyértelmű, azokat kidobjuk, vagy ha nem ismétlődött meg, akkor azt, azt se tudjuk bolygó tekinteni. Egy csomó olyan feltételt kell beépíteni, hogy ez lefuthasson a 160 ezer csillagnak a több millió adatpontból álló mérésére és hát így nyilván maradtak olyan jelek, vagy olyan különleges esetek, amiket nem tudott eldönteni a számítógépes program, és itt jöttek a képbe az amatőr csillagászok, vagy, vagy citizen scientists akik letöltötték ezeket a fényeségváltozásokat, és akkor a képernyőn nézegették, hogy jé, itt van valami furcsa elhalványodás, Esetleg ez nem egy bolygó, vagy egy ismeretlen, a fényét változtató Majd csillag. Majd letörölte a monitort, és rájött. Kiderült, a hogy nem, olyan is volt, de nem egy esetben, tucatnál is több esetben valódi exobolygót fedeztek fel olyan emberek, akik a csillagászokkal együtt dolgoztak, de ők maguk nem okleveles csillagászok. És akkor ilyenkor a csillagász az, aki learatja a bobérokat, vagy ilyenkor mondjuk a publikációban megjelenik annak a neve is, aki... Ehhez megjelenik. Az Erre nagyon figyelt mindenki. Hát igazából ezt az egész összefogást, ezt szakcsillagászok találták ki, ők írták meg azokat a programokat, amiket aztán bárki letölthetett és nézegethet az adatokat. De a felfedezők neve, akik ezt először látták a monitorokon, az, az megjelent és minden amatőr csillagásznak ott a neve a publikáción. Ez, ez a minimum azt hiszem, aztán hivatkozik rájuk ez. A... <laughs> Igen, ezt elmondhatják, és akkor ez ez egy nagy dicsőség valójá, valóban és azt hiszem, egy külön műsort is megér az egyik felfedezésük. Én is tudok róla beszélni, de, de ezt most komolyan mondom, hogy érdemes esetleg rászánni egy, egy fél órát, vagy 20 percet, amit úgy apostrofálnak, hogy az univerzum legrejtélyesebb csillaga, aminek valójában még mai, mai napig nem tudjuk, hogy miről szól ez a dolog, és ezt, ezt, úgy szintén a Kepler adataiban kutakodó amatőr nem csillagász emberkék fedezték fel, Rejtés elhalványodásokról van szó, és nem tudjuk az okát. Nem, nem bolygó, nem bolygók, nem bolygók. Igen, ez volt egy felvedés, felvetés, egy néhány hónapja felrobbant az internet és mindenki arról beszélt, hogy a Kepler talált, megtalálta az idegeneket. <laughs> De nem tudjuk. A Tehát, ez, ez Ez sem zárató ki, de ugyanakkor valószínűleg ennek természetes magyarázata lesz. Csak de még nek... nem tudjuk, hogy mi. Csak még nem tudjuk, hogy milyen nagyon izgalmas egyébként a történet. És ez honnan repent fel? Tehát lehet tudni, hogy kinek a monitorján jelent meg először ez a Igen, igen ezek a, a Planet Hunters-nek nevezik ezeket a csillagászokat, akik a Kepler adatait, illetve amatőr csillagászokat, vagy a citizen csillagászokat, akik a Kepler adataiban kutakodnak, és, és, lehet tudni konkrétan, hogy ki volt az, akinek először a, a monitorján megjelent. Így van, így van. De nem, ez a, nem, nem ők lettek igazából híresek, amit ők egy kicsit sajnálnak is, hanem az a csillagász csoport, amiben <laughs> ők is benne vannak, amit ők, amiben is benne vannak, és magyar csillagászok is az említett Vida Christiana, és jó magam is benne vagyok, akik először tanulmányozták profi csillagászati eszközökkel, meg egyéb földi mérésekkel ezt az objektumot. És vannak tipjeitek profi csillagászként, vagy csak a fejeteket akarjátok, hogy vannak, de nem akarjátok még, amíg nincsenek biztos mérési eredmények? Ez egy őszinte folyamat ilyen szempontból mi minden lehetséges természetes magyarázatot számba vettünk, de egyik se volt igazán meggyőző, és a egyet tartottunk meg, amit, amit mi a cikkbe leírtunk, a valószínűleg egy nagy... Nem, ezt mi nem mondtuk ki, és nem is, nem is gondoltunk igazából erre. A, arról szól a dolog, hogy esetleg egy nagy üstökös raj volt az, ami ezeket az elhalványodásokat okozta, de ennek se látjuk igazán a nyomait más, például infravörös megfigyelésekben, úgyhogy ez sem egy százszázalékos magyarázat. És a mi cikkünk után egy másik szakcsillag, egy amerikai szakcsillag ezt vetette föl, hogy hát akkor itt nyilván idegenek vannak, ha már természetes <laughs> magyarázat. Nem, nem akkor segítenek. Idegenek. És hát, ezt, hát ez azt kell tudni, hogy még a 60-as évek derekán felvetette egy amerikai fizikus, hogy mi történik azokkal a civilizációkkal, amik jóval fejlettebbek, mint az emberiség, ha vannak ilyenek egyáltalán ugye az univerzumban, ezt nem tudjuk, de felvethető az, hogy ilyen civilizációnak nagyon nagy lesz az energia szükséglete, és olyan nagy, hogy szinte az egész csillagát, nagy napjátból az energiát szeretné valahogyan Kiszipolyozni, Kiszipolyozni magáival tenni, és akkor hatalmas napelem táblákat fognak építeni, úgyhogy az egész csillagot körbeveszik. Gyakorlatilag ez volt az ötlet. És hát akkor ezt mondta ez a csillagász most az elmúlt években, hogy akkor ez a RTS csillag, ez valami ilyesmi lehet, valami épül ott körülötte, amit mi nem tudunk, hogy micsoda, és még nem készült el teljesen. Még egy kicsit kilátszik a csillag, de, de esetleg egy ilyen szerkezet okozhat fényelhalmányadást. De ez semmivel sem jobb vagy rosszabb megoldás, mint, a, mint az összes többi, de hát a csillagászok azért preferálják a természetes megoldásokat, és az biztos, amit tudok, hogy nagyon sok mérés van folyamatban, és további vizsgálatokkal célozzuk ezt a csillagot, hogy kiderüljön, hogy mi az oka ezeknek a rejtélyes elhalványodásoknak. Egyébként most akár ez a szuperintelligenc civilizáció, akár valamilyen természetes jelenség, mondjuk egy szokásosnál sűrűbb meteorraj, vagy bármi okozza ezeket a változásokat, na és? Tehát teljesen jó, hogy most a filozófiai perspektívából áttértünk egy sokkal természettudományosabb megközelítésre, hogy most már fel tudjuk térképezni, hogy még csillag körül milyen bolygók keringhetnek, ha keringhetnek, akkor azoknak nem tudom mi a légkörük összetétele, vagy bármi esmi. Ez nekünk fog szerinted valahogy is olyan gyakorlati haszonnal járni, hogy oda elköltözhetünk, vagy kiruccanhatunk, vagy, vagy bármi, tehát azért a távolságok ennek ellenére nem csökkentek. Ez így van mindig. Ez a kérdés mindig elhangzik, és erre természetesen az a válasz, hogy mai eszközeinkkel nem tudunk oda menni. Köszönjük szépen. De ha, ugyanakkor, ha most csak visszatérünk erre az, az érdekes csillagra, erre a rejtésre, az, hogy mi, mi tudja egy csillagnak elhalványítani a fényét több mint 20 százaléka, tehát egy ötödét kitakarni a fényének, és ezt nem tudjuk megmagyarázni, ez, ez a csillagászokat borzasztóan idegesíti. Tehát azt gondoltuk, hogy legalább, legalább valami ötletünk van arra, vagy jó elképzelésünk, hogy mi zajlik egy ilyen csillag körül, és úgy tűnik, hogy nem, nem tudjuk egészen, egészen, pontosan, hogy, hogy lehetnek olyan folyamatok, bár ezek nagyon ritkák, mert hogy az összes 160 ezer Kepler csillagot átnézték nagyon részletesen, ez az egy volt, és még más eszközökkel sem láttunk soha ilyen jelenséget. Ugye ez egy ritka dolog, de ezek szerint még vannak ilyen területek, amiknél, amikről nincsenek magyarázatok. De visszatérve egyébként arra, hogyha mi történik, hogyha nem túl távoli jövőben, és ez most már nem science fiction, valóban arról van szó, hogy ezeknek a felfedezett, esetleg lakható bolygóknak a felszínét, euh, légkörét tudjuk majd behatóan vizsgálni. Ez szerintem egy fantasztikus lehetőség, és főleg az, hogyha valamilyen módon sikerül kimutatni azt, hogy valahol bioszféra van, tehát valamilyen élettevékenység nem kell feltétlenül értelmes lényekre gondolni, de ha egyáltalán növények vagy baktériumok élnek egy távoli bolygón, és ezt ki tudjuk mutatni, és száz százalékig meg tudunk bizonyosodni róla, hogy semmi más nem okozhatja azokat a jeleket, amiket a spektrumában látunk például annak az exobolygónak. Szerintem ez egy olyan forradalmi felfedezés, hogy ez teljesen át fogja formálni a, a, az egész emberiségnek a gondolkodásmódját, vagy legalábbis lehetséges, hogy ez történik. Tehát én azt gondolom, hogy nem csak az, hogy ez szinte azonnali Nobel-díjat jelent, hanem ez megint csak visszatérünk ahhoz az évezredes filozófiai kérdésekhez. Tehát, hogy amikor azt ki tudjuk jelenteni, hogy nem vagyunk egyedül az univerzumban, ez most, most is, ahogy kimondtam vele, borzongok. Tehát ez egy olyan fantasztikus kifejezés, vagy felfedezés lenne, amit Igazából nem biztos, hogy én leszeretnék fordítani ö, havi zseppénzre, hogy ebből mi lesz a hasznunk, de ezt se szeretném elkerülni, ezt a kérdést. Nyilvánvalóan lesz, hát, ha megértjük azokat a folyamatokat, hogy az egyes bolygóknak például a légkörében vagy a, az éghajlatában milyen változások vannak, akkor sokkal jobban meg fogjuk tudni érteni, hogy mit kell a Földön tennünk ahhoz, hogy ne roncsuk el véglegesen a Földi éghajlatot, klímát, légkört. Mert az az igazság, hogy hogyan is úgy tűnik, hogy a Földi. Az emberi civilizáció egyfajta motorja annak a, azoknak a klimatikus változásoknak, amiket olyan nagyon szeretnénk elkerülni, de mégsem tudjuk egészen pontosan, hogy ezek hogy történnek, és hogyan tudjuk visszafordítani. Tehát mindenki készpénznek veszi, hogy nyilván, ha a sok szén-dioxidot engedünk a légkörbe, akkor felmelegszik, és akkor mindenféle. Csúnya dolgok fognak történni, de hogy ez pontosan hogy megy végbe, ezt nem tudta még senki modellezni, és nem azért, mert buták vagyunk, hanem azért, mert ez olyan bonyolult folyamat, amit a mai számítógépekkel sem tudunk igazából jól leírni. De hogyha van esély, Hát kicsi, kicsit megnézni, morbid lenne, de hát gyakorlatban ezt most majd meglátjuk. Látjuk, igen, de hát hogyha van olyan esélyünk néhány évtizeden belül, akár még a mi életünkben, hogy ugyanezeket a folyamatokat esetleg, vagy a természetes megfelelőit tudjuk más exobojúknak a légkörében vizsgálni, és hát arra kérdésre sem teljesen tiszta még a válasz, hogy a mi naprendszerünk például hogyan alakult ki mert 20 évvel ezelőtt, amikor én még az egyetemre jártam, akkor egyetlen egy naprendszert ismertünk, az a mi naprendszerünk volt, a Merkurtól a, akkor még a Plutóig, ma már csak a Neptunuszig, ugye közben lefokozták a Plutót, de most már exobolygó rendszereknek az ezreit tudjuk vizsgálni, százait vagy ezreit, és gyakorlatilag nagyon jó képünk ezt kialakulni arról, hogy ezek hogyan fejlődnek és hogyan, hogyan létezhetnek, mennyire stabilak és mi történik velük hosszú távon. Először találjuk meg az életet, aztán majd kitaláljuk, hogy hogy jutunk el oda a Rendben van. Most egy kis szünet következik, aztán jövünk vissza Szabó -tel. És akkor a hírkvíz első fele kezdődik most. A múlt héten én kezdtem, úgyhogy kezdődik. Igen, most akkor kezdem én. Jó, tehát az első kérdésem, rövid felvezetés. Uh, az átérzem a fájdalmat kifejezést szerintem, Laci, te is biztos sokszor használtad már. Átérzem. Uh, valamilyen szimpátiát uh, akarsz hogy ezzel kifejezni. Viszont egy új kutatás szerint uh, nem csak egy gesztus ez, hanem valós biológiai jelenség lehet e mögött. Ugyanis egy oregoni tudományi egyetemen pár viselkedés kutató az alkohol megvonás hatásait vizsgálták patkányokon. Uh, bocsánat, egerekem amikor véletlenül beleütköztek ebbe a felfedezésbe, amiről a kérdés fog szólni. Mint ahogy tudjuk, az alkoholizmusban szenvedők, illetve az alkoholról való leszokás valamilyen fizikai fájdalommal is jár, ami az egereknél is megfigyelhető, de elég nehezen detektálható. A kísérlet az úgy zajlott, hogy egy kontrollcsoport volt egy szobába, illetve volt egy másik, aki, aki nézték a megvonásnak a hatásait, illetve a fájdalmukat, és azt nézték, hogy mekkora fájdalomérzékenységgel, vagy változott a fájdalomérzékenységük a kontrollcsoportnak, illetve nekik is. Először ugyanabban a szobában voltak, aztán pedig külön. És azt látták, hogy az egészséges egerek 68%-a érzékenyek voltak a fájdalomra, amikor közös szobában voltak azokkal, akik, akik alkoholizmusban szenvedtek. Tehát azt feltételezik, hogy valamiféle fájdalominformáció átadás történt, és a kérdésem, hogy ez hogy zajlódhatott le vajon. A. Uh, ahogy egymással néztek, szimpl szimplán látták a társai tekintetében, majd rajtuk valamilyen vizuális jelek alapján, hogy ők fájdalmat éreznek, ezért ezt ők is elkezdték. Egy ideges vakarózó magatartással adták át a fájdalom üzenetét, ez a B. C. Valamilyen audio uh, inger volt, halk nyöszörgés, vagy valami más fájdalmat kísérő hang segítségével, vagy pedig D. szagok útján kommunikálták ezt. Úristen, mindig ilyen sok válasz lehetőséget ad. <laughs> uh, hát nézzük, embernél ugye ezek a empatikus fájdalom érzetek, ezek kiváltódhatnak, ugye, akár arra, hogy hallod a történetet, akár amikor látod, hogy valaki szenved. nyílt törést szenved előtted az utcán. <laughs> kettő ebből nagyon hasonló volt ehhez, ugye az egyik, hogy látás útján, a másik, hogy valamilyen hangjál Valami hatására. Igen, igen. Tehát a kettő nem lehet egyszerre igaz, úgyhogy ezt mind a kettőt kizárom. A másik kettő volt hogy valamilyen szaginger, vagy az ideges vakarózás. Igen, vakarózó magatartással. De mondjuk a vakarózás is valamilyen látás útján lenne, tehát nem egymás vakarják, úgyhogy én a szagot jelölöm meg. Ú, most ott a leggyorsabban el a végső következtetésre. így van. Hát ennyi, ennyi, ennyi. Egy pont. Valóban, azt, legalábbis azt feltételezik, hogy valamilyen szagingerek útján szereztek arról tudomást, azok, akik egyébként nem éreztek fájdalmat, hogy a másiknak fáj, és ezért ők is érzékenyebbek lettek valamilyen fájdalom fájdalomingerre. Na akkor jöjjön az én hírem. Választatsz, hogy egy technikai hírt szeretnél először, vagy ásatásosat? Ásatásos legyen előbb. Jó. Új gigantikus dinoszauruszfajról rántották le a leplet Ausztráliában, írja az ABC. A 12-15 méteresre becsült jószág a szauropodákon belül a titanosaurusok csoportjába tartozott. Ezek a valaha legnagyobb méretű szárazföldi állatok. A fajnak a Savanna Saurus Eliottorum nevet adták, utalva David Eliotra, aki rengeteget tett az ausztrál dinoszaurusz kutatásért. Az általa és a felesége által alapított Australian Age of Dinosaurs nem csak múzeumot üzemeltet, de a legaktívabb ausztrál dinó fosszília preparátor laboratóriumot is. Óha! Kérdés, hogy hogy csöppent 1999-ben David elé jött az ősülő kutatás világába. Ó, kis történelmi vonatkozás. A. Kiskora óta rajongott a dinoszauruszokért, így amikor egyedüli nyertesként ő el az Ausztrál nemzeti lottó főnyereményét, nem volt kérdés számára, hogy mit kezd a pénzzel. Na jó. <laughs> Oké. Okay. B. Egy állattenyésztő volt, aki terelés közben bukkant rá Ausztrália akkor ismert legnagyobb dinoszaurusz csontjára a saját birtokán. Nyilván Ausztrál. Igen. C. Egy sikeres Melbourne PR szakember volt, egy szívinfarktus, egy szívinfarktus, után azonban úgy döntött, az egészsége többet ér, mint a pénz utáni hajsza, és valami nyugis melót keresett, önkéntesként ment el egy ásatásra, majd úgy döntött a saját reklámcégében szerzett tapasztalatait inkább De ennek az fél. ügynek az érdekeibe állítja, és így hozta létre ezt az Australian Age of dinosaur -t. Aha, tehát vagy lottó nyertesről beszélünk, aki Aha. a nyereményét ilyesmire költötte, ez nagyon reális, vagy egy nyugdíjba vonult reklám céges figura, aki ebbe leli az örömét, és mi volt a második? Ö, hát nyilván Ausztrália, Ausztráliáról a volt tehát állattenyésztő is terelgette ott Ki a birkákat, az és, eke, gondolom. Hát nem az eke, bárány Báránypata. <síthat> a legvalószínű, legvalószínűtlenebb a lottós, úgyhogy megnyelölöm azt. Hát ha ezt megjelölöd, akkor lesz még egy pontom. Tehát... Ne! De miért nem? Miért nem nyerte meg a lottód? Azért, mert ez az én nagyszüleményem. Aj, pedig igen, nyilván ez tűnt a legvalószínűbb, nem le, hát ha. Akkor még lehet a reális így játékon kívül. Hát az, hogy ki vagy a földjén találtam, amikor itt állatokat így igen. Így van, tehát ez a helyes válasz. Ennyit nincs több hozzáfűzni valom. Egyébként az nem a cikkből derült ki, hanem elkezdtem utána nyomozni ennek a szervezetnek, uh -huh. és akkor ott az alapítási sztoriban volt. Kettőn úrra vezet Laci, sajnos. Így van, a visszavágóban még behozhatod egy döntetlenre. Folytatjuk a beszélgetést Szabó Róbertel. Eddig az exobolygóknak a kérdését kapargattuk meg egy picit, illetve hogy vajon mennyire valószínű, hogy életet találunk majd nem sokára, illetve ez mit fogunk csinálni kérdéseim akkor. kérdéseim hatására. <laughs> Igen, viszont most talán kicsit térjünk vissza a Kepler űrtávcsőre, meg a, annak misszióira. Mennyire, most említettel, hogy most már sokkal nyitottabb mindenki, nem is mindenki, de hogy sokkal többen hozzáférnek az adatokhoz, és ez nem volt ez mindig így. Így van, ez Ugye a Kepler exobolygós missziója, aminek következtében ma már tudjuk, hogy mennyire gyakoriak a, a naprendszerek és a bolygórendszerek. Ennek ez ugye négy évig tartott, 2009-ben indult a misszió, és 2013-ig folyamatosan zajlott. Egy területet figyelt az égen a távcső, az a nyári tejútban van egyébként. Az égboltnak egy kis része, de nagyon alkalmas volt arra, hogy hogy az egész galaxisban az összes csillagra statisztikákat készítsünk, hogy milyen gyakoriak a bolygók. Most az a megfigyelési módszer, amit az előbb elmondtam, hogy a csillagok fényességét kellett ehhez megnézni, és folyamatosan rögzíteni nagyon nagy pontosággal. Ez fantasztikus lehetőséget adott nekünk, azoknak a csillagászoknak, akik a csillagokkal, magukkal szeretnének foglalkozni, vagy jobban megérteni őket. És mi az én kutatócsoportom pontosan ezt csinálta, tehát a csillagoknak a fényesség változásait rögzítettük, és ezeket analizáltuk. Ez azért érdekes, mert úgy, ahogyan a mi földünkben földrengés hullámok haladnak, és ezeket fel lehet használni arra, hogy megtudjuk, hogy milyen a föld belseje, hogyan épül fel, és milyen anyagok vannak ott, és milyen fizikai állapotok. Ugyanígy a csillagokban haladó hullámok, rezgések is alkalmasak arra, hogy feltérképezzük őket, és ez megint csak egy fantasztikus mi okoz lehetőség. Mi a rezgéseket egy csillagban. Többféle oka is lehet. Vannak olyan csillagok, amik szeretnek önmaguktól kitágulni, összehúzódni, egyfajta instabil állapotban vannak. Lélegeznek. Igen, így is fel lehet fogni. Ugyanakkor van egy másik fontos mechanizmus, az pedig úgy kell elképzelni, hogy a mi napunkban is Többféle módon terjedhet az energia. Csillag belsejébe megszületik, vagy létrejön az az energia, ami aztán kifelé kezd terjedni. De a csillag külső részén, a napnak a külső részén az egyfajta bugyborékolásba, úgy mondjuk szakszóval konvekcióba fog torkolni. Ez ugyanolyan, mint mikor vizet melegítünk a, a rezsón, és elkezd bugyborékolni a víz. Gyakorlatilag erre kell gondolni. A nap külső harmadában ilyen módon terjed az energia, ilyen bugyborékolás butybor, van ilyen nagyon ö, kaotikus és konvektív mozgások vannak, és ez maga, ez a konvekció, ez az, ami megrezegteti egy kicsit a csillagot, tehát egy nagyon pici rezgések fognak végigszaladni a csillagon, némelyik csak a felszínén, némelyik behatol egészen a csillag magjába, és ha ezeket ö, tudjuk rögzíteni fényességváltozások formájában, akkor nagyon fontos jutunk, információhoz jutunk a csillag belsejével kapcsolatban. Nagyon sok ilyen szép felfedezés történt a Keplerrel, tehát gyakorlatilag miközben a NASA egy exobolygó kereső misszióra adott pénzt, és ezt meg is valósította, akközben így a farvízen a csillagcsillagászok is nagyon-nagyon fontos áttörést jelentő eredményekhez jutottak. Számos ilyen eredmény van, gyakorlatilag tényleg na, nem egy esetben beleláttunk a csillagok belsejébe, mintha egy ultrahangos készülékünk lenne, és például egy magzatfejlődését meg tudjuk figyelni, ugyanígy ezeknek a csillagrezgéseknek a rögzítésével, és megfigyelés, és matematikai módszerek alkalmazásával bele tudunk látni a csillagok belsejébe, hogy milyen energiatermelő folyamatok vannak a csillag belsejébe, például milyen mágneses tér van a csillagoknak a belsejében, hogyan fejlődnek ezek a csillagok, és hasonló nagyon izgalmas kérdéseket, amiket egyébként nem tudunk megfigyelni, és ezekhez szintén nem kell oda menni a csillaghoz, nem is tudnánk oda menni, azonnal elolvadnánk, a naphoz szeretnénk oda menni. Ezeket csak távolról lehet megfigyelni, és manapság ez a csillag szeizmológiának nevezett új tudományág, ez pontosan ezt teszi lehetővé nekünk. Ha valakivel beszélgetünk ilyen csillagászati témákról, mondjuk Bakos Gáspár azt kezdi el mondani, hogy hát igen, az exo bolygókra onnan következtetünk, hogy megnézzük a csillagot, van egy kis elhalványadás gondoljuk, hogy egy exobolygó elhúzott előtte. Vida Christian nem sokkal ezelőtt. Igen, hát a foltos csillagok, látjuk, hogy ott a csillag van egy kis elhalványodás, tehát tudjuk, hogy ott van egy mágneses tevékenység, és a napfoltok, vagy nem napfoltok, csillagfoltok ennek hatására alakulnak ki. De most megint hasonló dolgokról beszélsz. Honnan tudjátok az elhalványodás változást, az elhalványodás változástól megkülönböztetni? Különböző spektrumokban nézitek, vagy, vagy mi az, ami ebben segítíteket, hogy nem az ott egy volt, nem azott ott egy exobolygó volt, nem az, ott egy, volt, nem az ott egy, nem tudom, napkitörés vagy csillagkitörés volt, amit meg lehetett figyelni. Hát ugye a jellegük az, az nagyon sok mindent elárul, hogyha egy bolygóról van szó, akkor mindig e, periódikusan meghatározott időközönként annak be kell következnie, mint ahogy a napfogyatkozások meg a holfogyatkozások is bekövetkeznek, és ez percre vagy percre pontosan meg tudjuk mondani ha egy bolygóról van szó, akkor ilyen szabályosságot kell megkövetelnünk, ha csak nincs ott egy másik bolygó, ami ezt egy kicsit megbolygathatja. Már pedig, példa, hát pedig vannak. De akkor is ezeknek az alakja és a bekövetkezés, nagyon szabályos. Egy csillagfolt, nap, napon is vannak ugye sötét foltok, nagyon picik viszonylag a nap teljes látszó felületéhez képest, területre, de mégis ezek előfordulnak. Ezek pedig nem szabályosak valójában, és például a nappal együtt forognak, és amikor következő forgásnál 27 nap múlva visszajönnek, akkor már esetleg el is tűntek, vagy teljesen megváltoztak. Tehát ezek változtatják az alakjukat. Tehát vannak olyan lehetőségek, és igen, más hullámosztartományokon is az ember, ha megnézi, akkor más és más változást fog látni. Azok a rezgések, amikről én beszéltem az előbb, azok megint másfajta időtartományban ér érvényesek, például. És nem csak egyfajta rezgés van, igazából ez tényleg egy ilyen hullámmozgás, az egy ilyen színuszos rezgés, ez lehetne hasonlítani, hanem ezeknek nagyon sok módusa jelen van, tehát nagyon sokféle rezgés van egyszerre jelen, több százezer is lehet ezekben a csillagokban. Tehát amikor egy csillagban ilyet látunk, az teljesen evidens, és teljesen gyakorlat egyből látja, hogy miről van szó. Gyakorlatilag egy teljesen, ez olyan, mint egy, mint amikor a rádióban csak sistergést hallunk, tehát egy ilyen összefüggéstelen, valójában nem, nem sok információt tartalmazó zaj, ezt látjuk elsőre, hogyha ezt megvizsgáljuk a rezgések esetében, ha ezt megvizsgáljuk matematikai módszerekkel, a nagyon szép szabályosságú fognak kijönni, amit semmilyen más módszerrel nem lehet megmagyarázni, csak azzal, hogy a csillagnak a belső rezgéseiről van szó. Tehát ilyen szempontból a gyakorlott szem ezt, ezt nagyon könnyen el tudja különíteni. A a bolygók, a fedési exobolygók és a csillagfoltok tekintetében azért nem ennyire egyszerű a helyzet. Lehet, hogy csak azért, mert, mert én nem értek ahhoz a területhez ennyire, de ott bizony néha, hogy tényleg össze lehet keverni, vagy inkább nem is összekeverni, hanem a kettő szoros összefüggésben van. És például akkor, hogyha ha egy exobolygó elfed egy csillagfoltot, akkor mi történik? Ez egy nagyon izgalmas dolog valójában, de ki lehet használni, tehát a csillagászok mindig azon gondolkoznak, hogy ezeket a zavaró jelenségeket hogyan tudnánk mégis kihasználni valami okos dologra, és például az exobolygónak a fedését, hogy végigmegy a csillagkorongján, ki lehet használni arra, hogy letapogassuk a csillagnak a felszínét, amit egyébként nem tudnánk felbontani, mert oh. nincsen olyan nagy felbontású távcsövünk, még akár meg milyen óriási távcsövet építünk, az is csak egy csillagszerűnek mutatja általában a meg a legnagyobb csillagok kivételével a csillagnak a területét, de az exobolygó fedés bizony fel lehet arra használni, hogy pont megnézzük, hogy milyen a fényesség eloszlás például egy csillagnak a felszínén, van -e, vannak-e ott foltok, ha azok vannak, akkor azok milyen, mennyi ideig élnek, mikor térnek vissza, és hasonló nagyon izgalmas kérdéseket ilyen szempontból meg lehet oldani, de ehhez nagyon jól kell ismerni mind az exobolygóknak, mind a csillagaktivitásnak a jellemzőit, és akkor van esély ilyen, ilyen jellegű méréseknek a kivitelezésére is. Azt említetted, hogy vannak igazi hungarikum területek. A magyar csillagászokat, hogyha el kellene helyezni világviszonylatban, nem nem világegyetem viszonylatban, de legalábbis a Földön, mennyire vagyunk mi aktívak így a csillagász szénában? Um... A... hogy nem mi, hanem ti. Igen, igen. <laughs> a... Nehéz kérdés? Nem, uh, ez, ez csak, nem azért kérdés, nem. Várjál, megvi megvilágítom más, hogy amikor először meghívtunk volna téged ide, az nem sokkal a Torino workshop után lett volna, ami még augusztus tizenvala végén megyedik, volt, én megyedik, megy. volt, utána próbáltunk meghívni, hogy az tök jó, hogy Budapesten rendeznek egy ilyen workshopot, konferenciát. De des, először volt most itt talán. Igen, igen az a konferencia, igen. igen. Tehát, hogy... hogy Honnan jött az ötlet, hogy Budapesten legyen? Ti kezdtétek-e szervezni? Budapeste a európai, legalább európai csillagászatnak az ütőere, vagy... vagy Hát ha nem is az ütő de egy, egy fontos központja, és az előbb is csak azért haboztam egy picit, hogy hogyan fogalmazza meg szépen és diplomatikusan az önfényezést, egy kicsit hogyan tudnám uh, szerepíteni. De valójában a, tényleg arról van szó, mert a, erre, erre Én itt ilyen csak utalni, tevékenységként egy kicsit hogy... beárnyékoltam, amit felvetettél. <laughs> nem, hanem a, a tudományos titkári beosztásomból fakadóan vannak olyan esetek, amikor ezeket ténylegesen megnézik a konkrét számok alapján, és összehasonlítjuk a, az európai, vagy legalábbis a közép-kelet-európai országoknak a csillagászait, meg azoknak az eredményeit, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem kell szégyenkeznünk valóban. A létszámunkhoz képest és a rendelkezés álló pénzügyi forrásokhoz képest kimagaslóan te teljesítünk, tehát azok az eredmények, azok valóban megállják a helyüket a nemzetközi összehasonlításban, amiket ez a néhány tucat ember, akik Magyarországon csillagászattal foglalkoznak, letesz az asztalra. Hát igen, szegény fizikus nehéz vízzel főződik. Igen, igen és, és valóban vannak olyan területek, ahol ahol kimagasló, azt lehet mondani, hogy valóban a, a fő sodorban vagyunk a, a csillagászat nemzetközi vonulatai tekintve. Az egyik ilyen az említett Torino Workshop, ami a csillagokban keletkező elemeknek a, a felépítését vagy kialakulását vizsgálja, ez nukleuszintézisnek hívjuk, tehát hogyan alakulnak ki a nehéz elemek a csillagokban, mert azt ugye tudjuk, hogy a az ősrobbanásban csak a legkönnyebb elemek, hidrogén, hélium és néhány más könnyű elem keletkezett, és az összes többi a csillagok belsejében, a csillagok kohóiban, az, az, az aranygyűrű, amely kezemen van, vagy az a, platina, az, az urán, az összes nehéz elem, szilícium a csontjainkban, az mind-mind csillagok belsejében keletkezett. De hogy ezek hogyan keletkeztek, és hogyan kerültek a mi naprendszerünkbe, bolygónba, például, ezeknek az izgalmas kérdéseknek megválaszolására hozták létre ezt a Torino workshopot, aminek ami első ízben volt idén Magyarországon megrendezve nálunk. Ehhez azt kell, hogy emberek is legyenek, akik ezeket a témákat művelik, és itt az a szerencsés konstelláció állt fenn, hogy egy... Konstelláció, figyelem. <laughs> Akartam mondani, de gondoltam, hogy te úgyis úgy te csöpsz rá. Muszáj becsempésznem, hogy egy Ausztráliában élő olasz csillagász hölgy pályázott az MTA lendület pályázatára, és a mi intézetünkbe jött most már második éve van nálunk, és ő az, aki ezzel a területtel foglalkozik, meghonosította nálunk, tehát egy nagyon menő és jól ö, ö, publikálható és nagyon kurrens témát hozott az intézetbe, és vele együtt ezt a workshopot is, tehát ezek mindig így alakulnak. De ugyanakkor, mint már említettem, a Kepler űrtávcsős megfigyelésekben is nagyon aktívak vagyunk, és amikor a Kepler második lentkereke meghibásodott 2013-ban, és már nem tudta folytatni ezt a a megfigyelést, ami az exobolygók megfigyelésére vonatkozott, hanem átállították egy olyan üzemmódra, amit gyakorlatilag pásztáz az eget, szkenneli, néhány hónapos ide tart, amíg tud csak egy területet nézni, és itt nyílt lehetőség arra, hogy különböző exobolygóktól is akár eltérő kutatási területeket javasoljunk, és itt javasoltuk azt, ez a magyar kutatócsoport, hogy esetleg a naprendszerben kószáló objektumokat is meg tudná figyelni a Kepler, pont ebbe a síkba a mi naprendszerünk és a bolygóinknak a keringési síkjában néz most a Kepler, így sikerült stabilizálni többé kevésbé a helyzetét, és itt, itt, jött az az ötlet, hogy akkor használjuk ki arra, hogy a léptennyomon másoknak egyébként mindenféle bosszúságot okozó fényes kisbolygók, vagy, vagy nagyon halvány távolabbi kisbolygók a fényességét rögzítsük, és ezeket is próbáljuk meg valamilyen szempontból hasznosítani, mármi csillagászati szempontból nyilván. És ez egy teljesen új megfigyelési mód, amire nem tervezték a Keplert, de ezt sikerült a nasa elérnünk, hogy ilyen megfigyelések is lehessenek, és ezekből született az a most már több mint fél tucatnyi komoly publikáció, ami, amit a magyar csillagászok örömmel használnak, és, és negyedévről negyedévre kérünk ilyen objektumokat, amik. Amik a naprendszerben vannak, és eredetileg nem tartoztak a Kepler megfigyelési programjába. Viszont jó. a názom most már büszkere. Igen, jó ezt hallani. Valóban büszke, tehát ezt megint csak nem én állítom, hanem például ezek az űrtávcsövek két évent átmennek a NASA-nál egy, -egy, egy olyan szűrőn vagy vizsgálaton, amikor megnézik, hogy érdemese vajon folytatni ezeket az űrprogramokat, és hát a Keplernek például a Hubble űrtávcsővel és más nagyon prominens és régóta jól működő nagy hasznot hajtó távcsövekkel kellett megmérkőznie, és ebben nem maradt alul, sőt az egyik legjobbként jött ki ebből a, ebből a versenyből vagy mérkőzésből, és hát ennek igazából ugye fel kellett sorolni a Keplerrel kapcsolatos eredményeket, és ennek ugye az egyik nagy területe volt az exobolygók, amit továbbra is tud végezni, a másik nagy területe volt, amit említettem, a csillagoknak a fizikája, és a harmadik területet is oda tették, ami viszont egy magyar lába vagy pillére ennek az egésznek, az a naprendszeres kutatások, és erre, ezt tényleg büszkén mondhatjuk, hogy ezt mi tettük oda a NASA-nak, úgyhogy erre tényleg büszkék, és nem csak ők, hanem mi is akkor milyen, milyen, jó cím lenne ennek ilyen szenzáció hajhász, hogy magyar csillagászok mentették meg a názár, Kepler hírnevét a názár. Szerencsére nem, nem szorult rá erre, de ez egy, ezt, ezt, ők is elmondják minden komolyabb konferencián vagy előadáson, én is több ilyet követek, ismerjük azokat az embereket, jó kapcsolatban vagyunk a, a Kepler tímmel, akik ezeket a megfigyeléseket végzik, és az adminisztrációját is ezeknek, és ők, ők is büszkén emlegetik, hogy minden alkalommal, amikor találkozunk, akkor biztosítanak arról, hogy mennyire nagyra értékelik ezeket a vizsgálatokat. Szerintem ezt még folytassuk valamikor. Valamikor mindenki. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönjük szépen. Én is köszönöm. 2 óra vezetek a hírkvízben. Oh, Kérdés, hogy Habci vajon tud-e egyenlíteni? Remélem tudok javítani, vagy legalábbis szépíteni. Az én második kérdésem így hangzik. Most ért véget nemrég egy nagy fényképezőgépgyártó cég fotós versenye, ahol pontos neve a Nikon Small World Photomicrographic Competition, tehát mi makrofotókat ö, vártak erre a versenyre. Több mint 70 országból, több mint 2000 munka érkezett. A győztes viszont ö, pár nappal ezelőtt ö, hirdették ki, Dr. Oscar Ruiz képe volt, amit most megmutatok neked. És az a kérdés, hogy mit ábrázol a fotó? Nyilván a képet be fogjuk linkelni az adás alá, tehát... Úúú! Uh! <laughs> Írd le szépen, hogy mit Azért láz... megpróbálom leírni... Ö egy ö, piros színű cuccot látok, nyilván egy mikroszkópos felvételről van szó, olyan, mintha lenne két szeme, és egy lefelé görbülő szája, és leginkább valami halra, bohóc halra, vagy valami ilyesmire emlékeztet. Mondok azért opciókat. Ö, még esetleg egy pollen tudnék elképzelni ebbe, vagy... Ö, hát fogalmam sincs, ilyen eléggé gömbölyedt forma. Igen. Mondja az, opciók, az, az, az opciókat. Mondom, hogy négy lesz megint, hogy örülj. Ha. A, az A négy napos zebrahal embrió szelfi. A B nagyon ritka őserdei rovarnak a nyelve. Az nem, azt kizárom most. C sörélesztő gomba, vagy azt D is éppen egy osztódni készülő őssejt. Na hadd nézzem csak még egyszer. Adom egy pillanat. Tessék. Tehát, hogy vagy egy zebrahal, egy picike zebrahal, szemből, ö, vagy. Mi volt az élesztőgombás? Sörélesztő, kizárom. egy osztódó őssejt, vagy pedig egy ö, nagyon ritka rovarnak a nyelve előről? Az ebrahal. Az első? Á. Megjelölöm az ebrahalat. Jó, talált sajnos. Komolyan? Aj, Egyébként a többi válasz se olyan... Ö, tehát a több, aztán a második helyezet lett, vagy a harmadik helyezet lett az, ami egy ö, lepkének a pödörnyelve Aha. volt nagyon közelről, és azt hiszem ilyen élesztős gombáról is készült valami de hogy belinkeljük az összes pályázónak. Nagyon érdekes jó, én és nagyon szép képek. képek. Ezeket Ruhalt egy jó. másik ilyen optikai cégnek szoktak lenni nagyon jó fotói, ezt követtem is Instagramon is rendszeresen lájkolom őket. Ez a, az Olympusnak vannak ezek a Life Science uh -huh. fotósorozatai, ez tök jó. Na jó. Alaposan e, holad... ki fogok kapni. Hát most Sajnos. már kikaptál, de azért... Igen. Rendkedvéért nézzük meg. Haladva az informatikai fejlődéssel, az Egyesült Államok Közlekedési Hatósága új irányelveket adott ki az autógyártók számára, írja a Reuters. Mire koncentráltak ezek megfogalmazásakor? A. Minél több közlekedés biztonságot célzó szenzort kellene a járművekbe építeni, tehát erre ösztönöznék a gyártókat. B. A vezeték nélküli autókban használt eszközök és szenzorok adatátviteli megoldásaira javasoltak új szabványokat, különben rövidesen nagy káosz várható. Ugye a Bluetooth, Wi-Fi, RFID, meg mindenféle mm. egyéb rendszereket kellene valahogy optimalizálni. A C. Az autógyártók figyeljenek oda arra, hogyan tudják minél inkább biztosát tenni a kocsikat. Ez nagyon jó kérdés. A, ez a legutolsó kapcsolatban pont láttam egy ilyen kísérletet, hogy egy kínai ö, ilyen informatikus csapat, valószínűleg egyetemisták lehetett, feltörtek egy teslát, talán, és ö, egy parkolóból onnan kívül, az kocsin kívülről irányítgatták össze-vissza, szóval hát ez, egy valós, ez egy valós jelenség, lett, valós probléma lehet. A szenzorokat illetően is el tudom képzelni. Ez, hogy most összehangolni a bluetooth, meg wifi, meg mindenféle jeleket, ez a legkevésbé valószínűbb. Pedig ezen a gyaltem a legtöbb, úgy értem, hogy ez legvalószínűbb. Szerintem az. jaj, ez legyen az utolsó a hekkeres. Jól van Hapszikám, és a. Ja, legalább szépítettem. Azt egyet. nem mondtam, hogy azt nem mondtam hogy jó, megnyed. De. Csak az arcodra voltam kíváncsi. Valóban a Cyber Security Best Practices for Modern Vehicles, ez a uh, jelenté, vagy ez a uh -huh. címe ennek az irányelvnek. Bár nem tudom, csomagnak. ezt egy kicsit talán korainak érzem, mert nagyon kevés autó van, ahol ezt meg lehet tenni. Szóval ez elképzelhető, viszont még időben kellene lépni, ugye, és nagyon sok cégnek a, nem tudom, kommunikációs, meg navigációs rendszerét, illetve nagyon sok autónak a kommunikációs, navigációs rendszerét, meg mindenféle egyebeket, már most is online lehet frissíteni, Aha. és jobb, hogyha nem férnek ehhez az a csomaghoz ja, hozzáéletéktelenek. Úgyhogy egyébként a Tesla cikkben is ki volt emelve, mint egy ilyen előjáró potenciális cég, és Igen. mint potenciális veszélyforrások a Tesla elég sokat áldoz elre. Más autógyártók is gondolkodnak ebben inkább az volt a hatóságnak a célja, hogy erre Ösztönöző koordináltan felhívják a figyelmüket, és azokon a fórumokon, ahol ezek az autógyártók az ilyen dolgokat megbeszélik, azokon essen szó arról, hogy hogyan tudnak közös erővel fellépni. Ez tök jó. Szedszed. Szed. Hát 3-1. 3-1. Bevesztettem, illetve te nyertél. Na jó, de az utóbbi időben végig te nyertél. Igen, úgy, most ugye... sikeres időszaknak lett a vége. a csúcson kell abba hagyni, ha van, így van. Mi is itt hagyjuk abba ezt az adást. A Szép átvezetés. Nagyon jó. Nézzük, ki lesz a jövő heti vendégünk. Krajcsi Attila vagyok, az ELTE kognitív pszichológiai tanszékén dolgozom, és a laboratóriumban főként olyan témákkal foglalkozunk, hogy hogyan értjük meg a számokat, és amikor számok megértésről van szó, akkor csak a legelemébb dolgokkal szoktunk foglalkozni, tehát hogy honnan tudjuk, hogy a három vagy a kettő a nagyobb, vagy hogyha látunk három tárgyat, honnan tudjuk, hogy az három. Az összes Szertár Podcast adáshoz tartozó jegyzetet, linket, képeket megtaláljátok a www.szertár.com oldalon. Ugyanitt olvashatjátok a cikkeinket is. Felfedező videóink a YouTube csatornánkon láthatók, hogy mi minden érdekel minket a tudomány és a technika világából a Facebook és az Instagram felületeinken derül ki. Kövessetek minket, és ha tetszik, amit csinálunk, támogassatok a www.patreon.com oldalon. Köszönjük! Sziasztok! Haló!